A gyermeki mosoly mindennél többet ér. Vallják a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat munkatársai, akik a szervezet játszóbusz programjával ma a helyi 4-es számú Kossuth Lajos Líceumban tartottak fejlesztő játszóházi foglalkozást az intézmény első két osztálya számára. Minél több gyereknek tudunk pár kedves pillanatot szerezni, annál jobb, és nagy tömegben még jobb a játék. Tehát, hogyha legalább 30-40 gyerek van együtt, sokkal jobban tudnak játszani, hisz nem csak a játszófél van, hanem van egy szurkoló tábor is, és segítik egymást a játékokban. A játszóbusz program nemzetközi összefogással indult útnak 11 nyugat-európai társszervezet jóvoltából, akik három egységet állítottak fel a máltai szeretetszolgálat beregszászi, lembergi, valamint Ivano-Frankivszki kirendeltségénél. A foglalkozások bármely intézmény számára elérhetőek. Szeretnénk minél több helyet meglátogatni, tehát azért Karácsfalvától kezdve igyekszünk egész Kárpátalján jelen lenni folyamatosan ezzel a projekttel. Rengeteg helyen vannak azért olyan gyerekek, akik nem vidékünkből származnak, akiket befogadtak az adott iskolába, akiknek esetleg problémája van a beilleszkedéssel. Ezek a közösségépítő élmények, ezek segítik ezeket a problémáknak a megoldását. A Kossuth Lajos Líceumban nagy hangsúlyt fektetnek az élményalapú oktatásra, és arra, hogy a gyermekeket a tananyag elsajátítása mellett olyan hatások érjék, amelyek lelkileg is feltöltik őket. Nagyon igyekszünk egy élményszerű oktatási intézménnyé válni, ahol a gyerekeknek a jó minőségű, megfelelő, versenyképes oktatás mellett a mindennapi élményszerű kikapcsolódás is szerves része kell, hogy legyen az oktatási folyamatnak. Az első-második évfolyamunk nagyon nagy szeretettel vesz részt a máltai sok programjában, amikor ezzel a játszóbusszal kijönnek a helyszínre, és akkor egy ilyen interaktív játszónapot tartanak. Az élmények mellett készségfejlesztő foglalkozás is egyben. Tehát nagyon hasznos is a gyerekeknek, ez egy. Kettő, tulajdonképpen ugye egy ilyen nehéz sötét tél után szüksége van a gyerekeknek arra, hogy egy kicsit együtt legyenek, arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hogy egy kicsit örömtelibb hangulatban töltsenek egy-két napot el, mondjuk ilyen játékokkal, esetleg kirándulásokkal, farsanggal, ami nem rég volt nálunk. A foglalkozás úgymond porondmestere ezúttal is Homoki Bálint volt, aki hosszú ideje aktív önkéntes a máltai szeretetszolgálatnál, főként, ha gyerekekkel kapcsolatos programokban kell segítenie. A gyerekek, hála Istennek, mindig nagyon pozitívan fogadják, és mindig tele vannak motivációval és energiával. A gyerekek energiáját próbáljuk mi is mindig visszacsatolni magunkba, és utána visszaadni a gyerekeknek. Ezzel töltődünk mi is, és tényleg az a eddigi jellemző dolog, hogy a gyerekek csak pozitívan reagáltak ezekre a dolgokra, és utána a visszajelzések alapján mi is tudjuk, hogy igazán jó munkát végeztünk a gyerekekkel. Amikor a történet végén a gyerek azt mondja, hogy én még nem akarok kimenni innen, hanem egyszerűen szeretném folytatni a programot. Egy aktív önkéntesünk, aki szívesen jön, nagyon szeret a gyerekekkel játszani, nagyon szereti, hogyha a gyerekeket el tudja varázsolni, és ebbe szerintem nagyon jó is. Nagyon szívesen kimegyünk egy egyeztetett időpontba bárhova. Egyszerűen meg kell keresni a szervezetet, akár telefonon, Facebookon, e-mailen, személyesen, mint ahogy a jelenleg is több helyből is tették, és akkor egyeztetünk egy mindenki számára megadott megfelelő időpontot, és szívesen ott vagyunk. A tervek szerint a beregszászi játszóbuszhoz a későbbiek során további eszközöket is beszereznek majd, hogy szabadtéri programokat tudjanak rendezni azokon a településeken, ahonnan erre felkérést kapnak.